Sziasztok! Az előző filmekhez hasonlóan haladjunk tovább az elmúlt évben tőletek gyakran beérkező kérések teljesítésével. Rengetegen kérdeztétek meg tőlünk azt, hogy miért is kerül ennyibe, másként megfogalmazva ilyen sokba egy törzskönyvvel rendelkező jókenelből származó kölyök kutya. Néhány extrém esetben a kérdés egyenesen úgy hangzott, hogy hogyan lehet egyáltalán 100 000 forintnál nagyobb összeget elkérni egy kiskutyáért, hát ezt meg mi indokolja a tenyésztő pénz sóválságán kívül. Járjuk tehát körbe ezt a témát, és vessünk egy pillantást arra, hogy mi is a csúnyán megfogalmazva kutyatenyésztés gazdaságtana napjainkban Magyarországon. Mielőtt nekivágnánk a témának, két dolgot szeretnénk kijelenteni röviden. Az első, igen, tudjuk, hogy a kutya menhelyek tele vannak megmentésre és befogadásra váró kutyákkal, akiket hasonlóan hozzátok, mi is nagyon sajnálunk. Tőlünk telhetően segíteni is próbáltunk filmekkel ezeken a kutyákon, egy ilyen filmet a képernyő jobb felső sarkába kattintva meg is tudtok nézni. De ez a rész most nem ezekről a kutyákról szól. A második, szintén nem témája ennek a filmnek az a régi vita, hogy érdemes-e fajta tiszta kutyát vennünk, vagy válasszunk inkább keveréket. Erről mi is, és számos szakértő is kifejtette már a véleményét ezen a csatornán. Erre a két témára, hiszen ez a film nem erről szól, nem ezekről szól, a komment szekcióban sem fogunk válaszolni. Ha sokaknak nehéz is, kiindulásként fogadjuk el azt a tényt, hogy a kutya vásárláson gondolkodó leendő gazdik egy jelentős része igenis fajta tiszta kutya beszerzését tűzi ki célként, olyan kennelekből, amelyek kiállítási eredményekkel rendelkeznek, egészségügyi garanciát adnak, és a szülőket, valamint a kiskutyákat is megfelelő körülmények között tartják. Ugyanezek az emberek még napjainkban is meglepődnek azonban azon, hogy egy a fentieknek teljes mértékben megfelelő kiskutya ára Magyarországon is már több százezer forintnál, esetenként és sokfajta esetében pedig 1000 eurónál indulnak. Arról most ne ejtsünk szót, hogy Nyugat-Európában és Amerikában az árak multiplikálódnak és sokkal magasabbak, mint nálunk, pontosan ahogy a kutyatartás költségei is. Nos, ha a kiskutyák árának hátteréről beszélünk, két fő területet kell megemlítenünk. Ezek közül az első az, amit szinte minden kiskutya vásárló figyelmen kívül hagy, vagy egyszerűen átsiklik fölötte, vagy egyszerűen nincs tudomása róla, az adott kennel és az ott élő tenyészkutyák fenntartásának költségei. Ha például egy 8-10 fős tenyészállományt veszünk alapul, ennyi kutya megfelelő és felelősség teljes tartása éves szinten elérheti a 10 millió forintos nagyságrendet, és hogy miből is tevődik össze ez a költséghányad? Először is az ott élő kutyáknak lakniuk kell valahol és megfelelő körülmények között, szerencsére nem abban a korban élünk már, ahol a kutyákat fabódékban, vagy földbásott gödrökben, vagy megüresedett disznólogban lehet tartani. Természetesen a megfelelően kialakított kennelek esetében komoly infrastruktúrális és rezsiköltségekkel kell számolni, amit természetesen a tenyésztő fizet ki. Aztán a kutyáknak enniük kell, ráadásul egyáltalán nem mindegy, hogy mit, legyen szó tápokról vagy nyers etetésről. Mérettől függően egy tenyészállat táplálása kutyánként bizony több tízezer forintos költséget jelent havonta per kutya. A vevők részéről egyre inkább elvárás a kiállítási eredmény, ami nagyban befolyásolja a kennel megítélését is. Hogy ezt mi helyesnek tartjuk-e, az teljesen lényegtelen, ennek a videónak nem ez a témája. A kiállításokra járás nagyon nem olcsó tevékenység, beleszámolva az utazási és szállásköltségeket, ráadásul egy megfelelő nagyságú szállító jármű fenntartási költségeit is. Ezen felül pedig vannak ugye a nevezési költségek, amik Magyarországon jellemzően 5-10 ezer forint per kutya, per nagyságrendben mozognak,
Nyugat-Európában pedig jellemzően 180-200 euró per kutya tájékán indulnak. Ha már a keneleknél felmerülő költségekről beszélünk, ne felejtkezzünk el az egészségügyi ellátásról, a folyamatos oltásokról, a sok fajtánál már kötelező genetikai szűrésekről, amihez a mintákat egyébként mind legközelebbi hely Csehországba kell kiküldeni, a komplett szűrés ára pedig 75 ezer forintnál kezdődik per kutya. Csak hogy egy saját példát is említsünk az egészségügyi költségekkel kapcsolatban, saját Kane Korzónk sportsérülésének, ami egyébként egy térdszalagszakadás volt, megközelítette a kiskutya egykori 1000 eurós vételárát, plusz szabadságot is ki kellett vennünk. Murphy mindenki nyakában ott ül, ilyen sérülések pedig minden kennelben előfordulhatnak, nincs kivétel. Az egyéb, idézőjelben apróbb tételeket, mint például a kutyakozmetikus, a táplálék kiegészítők, a munkakutyák esetében a képzések költségei, a kiállítási kutyák esetében a handlerek költségei, fel sem soroljuk terjedelmi okok miatt, térjünk tehát át a második területre, ami nem más, mint a kiskutyák születésével és első 8 hetével kapcsolatos direkt költségek. Ha egy új alom megszületik, ott bizony elkezdenek sorjázni és halmozódni a költségek és a teendők. A kiskutyákat ugyanis törzskönyveztetni kell, ami egyébként jelen pillanatban 7000 forint per kutya, csippeltetni kell, a csippeltetést regisztrálni kell, majd beszerezni az oltási könyvet. Minden tételnek külön költsége van, ami természetesen árnövelő tényező a kiskutyák árában. 8 hetes korukig a kiskutyák egy oltás sorozaton esnek át, amit szintén nem szerelemből ad be az állatorvos. 4 hetes kor után a szopás mellett a kiskutyáknak táplálék kiegészítőre is szüksége lesz, aminek az árával szintén nem takarékoskodnak az állateledel gyártók. Egy másik komoly rejtett költségtétel, ami a kutyát vásárlóknak általában eszébe sem jut, az az, hogy bizony egy kiskutya alom gondos és figyelmes felügyelete időben és energiában szinte egy főállással ér fel egy személy részéről. Sok általunk ismert, lelkiismeretes tenyésztő ezekre az időszakokra fizetés nélküli szabadságra megy, ami természetesen költség, hiszen jövedelem kieséssel jár. Mi a felsorolást ezen a ponton be is fejeznénk, habár tudatában vagyunk annak, hogy sok minden kimaradt még, de terjedelmi okokból ezekre már nem marad idő. Talán ennyi is elég volt ahhoz, hogy képet kapjatok arról, hogy mitől ennyi az annyi, és nem csak amannyi. A kutyatenyésztők természetesen nem szentek, és nem is sajnálnivalóak. A megfelelő minőségnek azonban ára van, az ár nagyobbik részét pedig a kiskutyákra vetített költségek vevő általi visszafizetése teszi ki. Megköszönjük, hogyha feliratkoztok a csatornánkra, és amennyire lehetséges, támogassátok a csatorna működését, ennek módjait, ami számotokra is hasznos lehet, megtaláljátok a videó leírásában. Köszönjük szépen a figyelmeteket!